Szankciós infláció? Micsoda hülyesség ez? Leplezzük le Orbánt. Fél percben bebizonyítom, hogy szankciós infláció nem létezik. Ezek a számok azt mutatják, hogy mekkora az infláció az Európai Uniós országokban. Nyugat-Európában mindenhol 10% alatti, 6-7-8%, aztán haladunk keletre, ott már nő egy kicsit, de aztán látunk egy narancssárga szint itt, Magyarországot, ahol egy hatalmas számot láthatunk, 26,2%-os infláció. A többi országban a töredéke sincsen ennek. Ez lenne a szankciós infláció? Akkor máshol miért nincsen ilyen hatalmas árdrágulás, mint nálunk? Azért, mert ez egy hazugság. Nincs szankciós és nincs háborús infláció. Csak Orbán infláció van, és csak Magyarországon. Ha te is leszeretnéd leplezni Orbánt, látogass el a leplezleorbant.dkp.hu oldalra. Leplezle Orbánt. Igényelj magadnak egy példányt.